Egy dombóvári nő tett bejelentést a rendőrség segélyhívó telefonszámán, ahol elmondta, hogy a 35 éves élettársát, aki a bejelentést megelőzően érkezett haza, a városban tartózkodott, ahol egy ismerőse megtámadta. Az egyik téren egy látásból ismert ismerőse leszólította, pénz átadására szólította fel, majd életveszélyesen megfenyegette, bántalmazta és ruházatánál fogva visszatartotta, melynek során elvette az értékeit, készpénzét és mobiltelefonját. A nyomozók meghallgatták a sértettet, sérülései miatt orvoshoz vitték, majd adatgyűjtést követően megkezdték az elkövető felkutatását. Egy órán belül elfogták és előállították a rablás elkövetésével gyanúsítható 25 éves helyi férfit, aki jelenleg is büntető eljárás alatt áll korábbi bűncselekménye miatt, így nem ismeretlen a rendőrség előtt. A férfit előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, mely során nem tett tanúvallomást, majd őrizetbe vették a rendőrök, és az illetékes ügyészségnél indítványozták a letartóztatását. Az ügyben a dombóvári rendőrkapitányságon folytatják a nyomozást.